Na, hello mindenkinek, én vagyok a Farkas, mint az, hogy ezt nagyon jól látjátok. És kéne csinálnom egy olyan videót, hogy egy ilyen általános bemutatkozás, hogy ki is vagyok én, meg mi az, amit éppen csinálok. Egy párszor rám lett már szólva, hogy csináljam meg ezt a videót, mert a YouTube-os honlapon, tehát azon a lapon, ahol látjátok a videóimat, ott lenne egy olyan szekció is, hogy bemutatkozás. És a bemutatkozás rész az, mint olyan, az nincsen kész. Tehát ennek az az oka, hogy el vagyok foglalva mindenféle baromsággal. És ebből következően még a bemutatkozási rész sem tudtam megcsinálni. Most hogy a fenébe tudnék bemutatkozni? Hát nem tudom. Először is próbáljuk a múltat kezdeni. 78-ban születtem, októberben, Baja nevű városban állítólag. Mondjuk ezt nem nagyon tudom megkérdőjelezni, mert akkor még nem volt memóriám. Tehát a többiek által Bajának mondott városban születtem, és eléggé viszontagságos gyermekkorom volt. Voltak apai gondok, voltak anyai gondok, voltak általános értelembe vett családi gondok, volt elválás, tehát a szüleim elváltak, ugyanúgy, mint a magyarországi családok talán 70-80%-án. Sajnos nem tudom, most csak úgy tippeltem. Az általános iskolai tanulmányaimat követően a Arany János SKI-be teleportáltam porhüvelyemet, ami sajnos nem saját ötlet volt, hanem a család erőltetésére lettem volna központi fűtés, cső és géphálózat szerelő, tehát gyengébben elmondva csőszerelő. És hát nem sikerült. Tehát a csőszerelő iskolát azt nem tudtam elvégezni, most egyre nem térnek ki mindenféle okok miatt, és voltam én automosó, tehát csőszerelő iskolában, mint tanonc, de hát az csak 2 évig. Utána behívtak katonának, tehát voltam katona, még 1 évet voltam kiskörös és szabadszállás vonalon, illetve fordítva szabadszállás és kiskörös 2x1-es igen gyors reagálású század, mint harckosi vezető, tehát a jogosítványt a honvédséggel együtt tettem le, tehát harcjárművet is vezethetek, nem lánctalpasat 80 tonnáig. Utána elvégeztem egy olyan iskolát, hogy gipszkarton szerelő és álmennyezetépítő, és ebben a szakmában sikerült végül elhelyezkednem, úgyhogy mint belső tér kivitelező tevékenykedem jelenleg is, mint rendes szakma, ugye? És hát a hobbim az informatika és a számítógépek összeszerelése, illetve problémák elhárítása. És amit éppen most láttuk, az is éppen az. Tehát megmutatom közelebbről. Ja. Tehát kicsit közelebbről megpróbálom megmutatni. Tolunk egy kis hangerőt zenére. Na, amit éppen láttok itt, az egy igen régi számítógép, egyetlen gigahertzes AMD ráadásul. És hát az alaplapnak a fele működik, ez ki van az be van írva, hogy jó, és a fele meg X-es, tehát ez még nem működik. És azokat az eszközöket, amik nem nagyon működnek, vagy például baromira belaggolnak, és az eszköz nem óhajt lejátszani, azokat majd természetesen kicseréljük. Tehát azért igyekszünk azért teszteknek alávetni ezeket a dolgokat. Na most éppen ez történik, így per pillanat, hogy ingyenes számítógépeket rakunk össze, mindenféle szedett, vetett alkatrészekből, amiket a felajánlásokból sikerül majd összeraknunk. Hát itt aztán láttok mindent, nagyon régi billentyűzettől kezdve az USB-s, mondhatni relatíve modern billentyűig, vannak hűtőeszközök, még nem tudom mit keres itt ez a nagyító, mindegy. Van itt is hűtés, persze ez erre. Van itt is billentyű, számítógép, házak, ezek persze üresek, tehát ezt majd nekünk fel kell szerelni. És hát monitorok, stb. Számítógép, áramelosztók, kicsit 400, rövid, nem rövid. Amit itt látok ebben a sarokban, ezek még már készen vannak. Tehát 2 számítógép már teljesen készen áll arra, hogy egy olyan család vigye el, aki valóban rá is szorul. Jó, mi? Na, úgyhogy megpróbálok nektek egy ilyen
egy ilyen montást összeállítani, hogy milyen az én életem, jó? És hát remélem, közelebb kerültök ahhoz a lényhez, ami én vagyok. Ez is én vagyok. Éppen a gyerekre vigyázunk itt a csúszdás vilámparkos részen. Mert hát ez jó. Ez is, bizony, ez is én vagyok. Na, hát ez is én vagyok. Éppen egy válaszfal ajtót fogok beépíteni ide, ebbe a falba, ami még kész sincs. Nagyjából így fog majd kinézni, amikor majd kész lesz, csak itt az ajtónak a helye. Jó magas. Ide fogjuk beépíteni. Hát ez a munkám, majdnem minden nap ezt csinálom. Ez is én vagyok. Éppen a gyerekkel sétálunk. Egy ilyen zöldövezeti részben, egy ilyen kis hídszerű dolog. Ez is én vagyok. Éppen egy furgon hátuljában vagyok. Megyünk egyik helyről a másikra. Látjátok, itt az állam. Aztán megyünk. Na, halló. Igen, ez is én vagyok. Most éppen itt ülök a számítógép előtt, mert kicsit előbb értem haza. Éppen böngészem az emberiség.hu oldalt, meg van egy kis gondom. Tehát a YouTube-on, mint csatorna, nekem hiába írtok, mert nem látom a kommentet. És most azt csinálom, hogy megpróbálom előkeríteni azokat a kommenteket, amiket küldtök nekem, mert a YouTube nem mutatja meg. Tehát, mint látjátok, itt van az emberiség.hu honlap, amit nézek, itt a másik monitorom, meg a YouTube-os csatornám van, látjátok, ott fönn van a farkas. Itt egy kicsit ledőlt aludni. Mindegy. Szóval itt van 39 kommentetek, amit ti küldtetek, és hiába nyomok rá, te haver, hallod, semmi nem történik. Rányomok a frissítésre, itt fönn, akkor se. Azt meg semmit nem látok. De most éppen ezen dolgozom.